A kajatúra folytatódik, míg mindenki fürödni jár a Balatonra, én ilyen frankó burgereket fogok már is betolni az arcomba, itt a Villa Strandbisztróban Balatonlellé. 2018-ban kezdtük ezt az egészet, ugye 17-ben vettük, és 18-ban lett ez ugye így Villa Strandbisztró ebben a formában. Ugye Laci a szakács Bécsben dolgozott főszakácsként több helyen és több neves helyen. Kísérletezgetett otthon, folyamatosan próbálgatta ugye az ízeket, hogy ugye mi igazából street fooddal indultunk el, és ugye ezt a vonalat tartjuk a mai napig, és ami miatt ugye megszerettek minket, és ide járnak az emberek. Ugye ez főleg a tépett malac szendvics, a hamburgerek, igazából a kubánó szendvics, ugye minden ilyen street food étel az, ami megadta az egész az a löketet. Anyukám is mindig vendéglátásban dolgozott szinte, én is. És így indultunk el, hogy ugye család, Laci bent a konyhán, anyukám meg én kint a pultban. Tehát ez az, ami szerintem az embereknek annyira szimpatikus lett, hogy egy ilyen családi légkör alakult itt ki. Évről évre egyre többen jönnek hozzánk, egyre többen ismernek meg minket, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit idén nyáron is. Meg is érkezett az első burgerem, mely kigondolta volna, a mögöttem lévő tóról kapta a nevét, Balaton Burger. Itt is fogom a kezemben. Alapvetően láthatjuk, hogy egy kirántott szürke harcsa filé van benne, mindenféle földi jóval. Ugye maga a zsömle, ami az egészet egyben tartja, az egy helyi kézműves pékségnek a terméke, és hát került még bele egy kevés remulát, szósz, zöldségek, tehát kis paradicsom, savanyú borka, saláta, és maga a szürke harcsa. Ugye alapvetően azt mondanám, hogy ez inkább egy rántott halas szendvics, mint egy burger, hiszen annak az ismérve az, hogy darába kerül bele a protein, de most ezen nem fogunk összeveszni, úgyhogy nézzük is meg, milyen az ízvilága. Ami elsőre föltűnik, az a halnak a lágysága, és egyben a roppanósága, és ez a kettősség teljes mértékben érthető, hiszen egy rántott harcsáról beszélünk. A remulát krémessége nagyon-nagyon jól harmonizál itt a történettel, és a zöldségeknek pedig a frissessége az, ami gyakorlatilag pontot tesz az egész burgerre, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jól illeszkedik itt a nyári millióbe, hogyha éppen nem szeretnék mondjuk valamiért egy hekket enni, de mégis arra vágyunk, burgerizálva ez egy tökéletes megoldás. Na hát, és ez a burger annyira friss, hogy jelen pillanatban, itt július elején vagyunk, még az étlapon rajta sincs, de azt az ígéretet kaptam, hogy fel fog kerülni hamarosan, és hát ez nem más, mint a Surf and Turf. És ugye ez egy klasszikus olyan steak variáció, amiben van rajta egy ilyen kis tengeri garnéla, és most nyilván a steaket egy hamburger fogácsa, egy 80-20-as marhahús fogácsa helyettesíti, és ebbe is került mindenféle földi jó, ugye egy kis házi hamburger szósz van benne, ahogy nézem, zöldségek, grillezett bacon, valamint egy kevés karamellizált hagyma boldogítja még a zsömlében a belevalókat, és a tetején itt látjuk egy ilyen kis dekadens pálcára húzott verzióban magát a garnélát megehetnénk külön is, illetve bele is tehetjük a burgerbe. Én most az utóbbi verziót választottam, hogy az ízek azok mégiscsak egymásra épülve tudjanak találkozni, úgyhogy a garnélát elbújtattam, de hamarosan előtérbe fog kerülni. Na, nézzük! A marhahús finom ízvilágú, tök jó van közepesen pont átsütve, a bacon ropog. A garnéla valóban hozzáadja azt a plusz tengeri életérzést, azt a plusz roppanosságot, amiért imádjuk. A zsömle jelen esetben is tök jól egybe tartja az egészet, és hát a hagyma legfárad egy ilyen kis plusz krémességet neki, ami ugye alapvetően nem feltétlen része a Surf and Turfnek, de azt gondolom, hogy steak mellé kiváló, burgerben kiváló, és most sincs ez másképp. Szóval mit is mondhatnék itt Magyarország legnagyobb tavának a partján? Surfre és turfre fel! A következő két fogás a sertés két formája nevet is viselhetné, ugyanis egyik egy tépett malac szendvics sertés lapockából, a másik pedig egy kubánó szendvics, mégpedig tarjából. Úgyhogy nézzük is meg ezt, gyakorlatilag vastag szelet, kicsit lepirított sertés tarja kerül bele. Van egy kis mézes mustáros szósz, bacon, illetve olvasztott vörös cheddar, ami még a részét képezi ennek a fantasztikus szendvicsnek. Úgyhogy a sertés tarja szépen elkészítve és megrillezve már nagyon-nagyon finom illatokat áraszt, szinte azt kiabálja, Jani, harapj meg! Ha megkérdeznék, hogy milyen nap van ma, akkor azt mondanám, hogy fokhagy ma. Mégpedig azért, mert ezt a szószt ki is felejtettem, de nagyon karakterisztikusan érződik itt a szendvicsben. A hús tökéletes fűszerezésű, és annak ellenére szeletben van, azért elég puha. A baconról és a sajtról nem beszélek, ők magukért beszélnek helyettem is, és ez az egészet magába foglalja ez a kis péksütemény, tökéletesen teszi a dolgát.
és bár ennek a szendvicsnek az a neve, hogy Cubano, én most azt mondom, Cuba, yes. Ami pedig belekerült ebbe a szendvicsbe, egy tépet sertés, de ez nekem egyáltalán nem sertés, ugyanis lapockából készült, apróra, szétszedve, utána kicsit szaftosan visszamelegítve, megy bele savanyú borka, szósz, és azt gondolom, nem is kell más a boldogságomhoz. Semmivel sem összevethető az az íz, amit akkor érzünk, amikor egy hosszan, lassan, sokáig készülő sertéshúsba nézhetjük a fogainkat, de nem ám csak úgy, hanem szétszedve, széttépe ilyen kis szexi falatokra. Ha picit zsíros lenne, ne aggódjunk, van savanyú borka, a savak tökéletesen megfékezik azt a picike zsírt, ami benne van, ami szükséges. A szószok adnak egy plusz krémességet az egészhez, és újfent a pirított péksütemény pedig a roppanóságról gondoskodik, de csak egy picit. Szerintem a konyhán azt mondták, de Jani, látjuk, hogy mennyit eszel, egy kis vitamin sosem árt. És hogy dobtak mellé ide nekem egy kis káposztasalátát is, nézzük is meg. Ahogy nézem, van benne répa, van benne káposzta, kellemes, picit savas maga a szósz, én valamiféle ecetet sejtek benne, nem is kell máskorát. Úgyhogy azt mondom, jöhet. És amikor azt hinnénk, hogy nem lehet jobb, és minden meg is van, kiderül, hogy nem csak street food kaják vannak itt, hanem klasszikusan megtálalt, tök jó kis ételeket is szolgálnak fel. Kanál? Ó, kapok kanalat is a főzelékhez. Köszi. Ennek eklatáns példája a kovászos uborkás újburgonya főzelék. Ez elképesztően frissítőnek hangzik, és nem egy, nem kettő, hanem három szelet pankó morzsába bundázott, majd pedig kirántott sertészüzet is kaptam hozzá, és ez még mindig nem a vége, ugyanis valamiért, ki tudja miért, egy kis kolbászmorzsa is került rá. Úgyhogy hát van az a régi testépítő gyúrós mondás, hogy egy kanállal mindent meg lehet enni, akár a kirántott húst is, de én most egyenlőre ezt megtartom csak a főzeléknek. Nagyon-nagyon hátul távol érződik a kovászos uborkának a savassága, inkább csak állagban jelenik meg a kis ilyen robbanós uborka kockát, mint még kis uborka kaviárokat ennék, és egy klasszikus, nagyon finom krumpli főzelék az, amit kapunk, amihez most pedig, hát méltányérból relatíve ritkán szoktam kirántott húst enni, de ez is eljött most, igyekezve, hogy ne borítsam saját magamra. Omlós, szaftos, ropogós, a sertésről visszatérünk ide vizeinkbe, de nem is akárhogy, ugyanis egy lazacot tartok a kezemben, egy bőrén sült, grillezett lazacot, egy kis zöldborsó pürével, pontosan zöldborsó püré ágyon pihen, szóval kukkancsunk is rá. És nem is akármilyen zöldborsó püré, mentás zöldborsó püré, amit kapunk. Én kisebb, huncutan elrejtőző zöldborsók, egész zöldborsók is vannak még mellé, és hát a hal gyakorlatilag tökéletesen megsütve, nincs túlkészülve, nincs alulkészülve, pont amilyennek lennie kell a bőrének, egy icipici roppanása van. Hát azt kell mondjam, ez egy igazi nyári tóparti frissítő fitness étel, lehet így is fogalmazni. És hát legvégül, amikor az ember azt hinné, hogy innen már nincs hová menni, visszatérünk a sertésvágányra, és hát egy ilyen szerényen, de nem megalázó méretű oldalassal fogom tudni szerintem zárni itt a mai étkezésemet. Hát van benne 2, 4, 6, 8 csont. Egy kevés parázsburgonya került mellé, illetve frissen vágott, kevert saláta. Hirtelen nem is tudom, milyen kis lányos zavaromban, hogy hogyan álljak neki ennek az oldalasnak, kézzel vagy késsel. Szerintem azt fogom csinálni, hogy így levágom a csont mentén, ahogy az szokás. Ugye sertés oldalasból kétfajta iskola van, van, aki azt szereti, amíg leomlik a csontról az egész, és van inkább az a verzió, aki azt szereti, hogyha van egy kis fogérzet benne, tehát beleharapsz, és ott marad a fogad nyoma. Ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez melyik kategóriába fog esni, úgyhogy hát bár itt lennétek velem, látogassatok el ide bátran, de addig is én elmondom, hogy ez milyen. Ez az oldalas omlós, de nem túl omlós. Érződik rajta a kellemesen fölvitt szósz ízvilága. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy aki kedveli a sertés oldalast, ebben sem fog csalódni. Mellé egy kis parázsburgonya, és hát nem kell parázsvitát folytatni, milyen legyen a köret, hiszen ezt egyértelműen meg is kapjuk mellé. Ahogyan azt kell, nyilván ez is egy olajban sült verzió, úgy minden 125%-kal jobb, miután kijön a frituból, és hogy szó ne érje a ház elejét, van itt minden saláta, kevert saláta, paradicsom, kis répa, paradicsom, úgyhogy a nyert vitaminbevitel fontosságát hangsúlyozandó, most ezt a falatot is beemelem a számba. Majdnem elfelejtkeztem a vinegretről, saláta öntet, picit megadja itt is a savasságot,
a picikét zsíros oldalas mellő. Tökéletes. Mindenre gondoltak. Kész. Finito. A rengeteg finom falat után egy jó italis dukál, ez nem más, mint egy bakárdis, áfonyás, mangós, kicsit trópusi, nagyon-nagyon nyári koktél, úgyhogy ahogy mondani szokás, szerintem ezt megiszom, aztán maradok. Azt gondolom, hogy nyáron a Balatonban nem lehet csalódni, és ezt itt a Villa Strandbistróban is bebizonyították nekem. Nagyon frankú street food kaják, tökéletes bisztrófogások, és hát ez a koktél egész egyszerűen fantasztikus volt. Úgyhogy csak bátorítani tudlak titeket is, hogy látogassatok el Balaton lellére. Ide, a Villa Strandbistróba. Én Jancsa Jani voltam, és ne feledjétek, akkor jó a nyár, ha forró. Na, szevasztok!